Most tekintettel arra, hogy jön a nyár, egy kicsikét lazítsunk, és csináljunk valamit, ami már régen volt. Úgyhogy ismételten megkérdezem a Q&A-t, vagy a kérdezz engem, válaszolok blokkot. Ez azt jelenti, hogy egy megadott határidőn belül lehet tőlem kérdezni, és utána én ezeket a kérdéseket megválaszolom. A kérdéseket május 31-ig lehet feltenni nekem, itt YouTube-on, a komment szekcióban, Facebookon, illetve a moly.hu-n, a videó alatti komment szekcióban. Nyugodtan tegyetek fel bármilyen kérdést, ami eszetekbe jut a csatornával kapcsolatban, vagy esetleg velem kapcsolatban, és igyekszek rájuk válaszolni. Viszont, hogy ne legyen ennyire sovány ez a videó, szeretnék kicsit arról beszélni, hogy mi várható még a közeljövőben. Jövő héten folytatódik a könyves tutoriál, amiben arról fog beszélni, hogy hogyan nevelj ki egy könyvmojt. Tehát hogyan gondoskodj róla, hogy a gyereked a későbbiekben könyvmoj legyen. Illetve arról is szeretnék egy videót készíteni, hogy Magyarországon milyen lehetőségei vannak egy írónak, hogyha szeretne írással foglalkozni. És hogy mik a helyzet buktatói, mik az előnyei, stb. Mire lehet számítani. Ezt a videót azért tartom fontosnak elkészíteni majd, mert rengeteg emberben vannak téves elvárások, téves gondolatok az írói téttel kapcsolatban. És szeretnék egy ilyen összegző videót összerakni a dologról, hogy hogy is néz ki valójában a hazai fantasztikus irodalom írói szemszögből nézve. De talán a fantasztikumon kívüli írókat is valamilyen szinten figyelmezteti majd ez a videó néhány félreértéssel kapcsolatban. Én Szentinál voltam, hamarosan újra találkozunk. Addig is sziasztok, és kérdezzetek sokat!